piaci kamatozású hitelek. Piaci kölcsöneinket változó vagy hosszabb távon fix kamattal is igényelheti. Azt az időszakot, ami alatt a kamat és ezáltal a törlesztő részlet nem változik, kamatperiódusnak nevezzük. Ez lehet egész rövid időszak, azaz 3 hónap, vagy hosszabb időszak 5, 10 vagy akár 20 év. A változó kamatozású hitelek kamata két részből áll, a referencia kamatból és a kamatfelárból. A referencia kamat 3 havonta automatikusan változik attól függően, hogyan változnak a piaci kamatok, így 3 havonta nőhet vagy csökkenhet a törlesztő részlet. Ezeknél a hiteleknél ön vállalja annak kockázatát, hogy esetleg megnőnek a piaci kamatok, és ezáltal a törlesztő részlet is. A változó kamatozású hiteleknél a kamatfelár 5 évente változtatható, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott szabályok szerint. A fix kamatozású hiteleknél a kamat hosszabb ideig, a választott kamatperiódus szerint 5, 10 vagy 20 évig nem változik. Ezeknél a hiteleknél a piaci ingadozásból eredő kockázatot a kamatperiódus alatt a bank vállalja. Így ön nyugodt lehet afelől, hogy a törlesztő részlet is fix marad ezen időszak alatt. Döntése során mérlegelnie kell, hogy milyen mértékben vállalja a piaci ingadozásokból eredő kockázatokat, és ennek alapján kell kiválasztania, hogy milyen legyen a kamatperiódus hossza. A hosszabb kamatperiódusú hitelek kamata induláskor jellemzően magasabb. Minél hosszabb az az időszak, amíg fix az öntörlesztő részlete, annál magasabb kamatot kell fizetnie. Ugyanakkor nem biztos, hogy a legalacsonyabb kamatú hitel a legjobb az ön számára, hiszen ha a biztonság fontosabb önnek, akkor a hosszabb távon fix törlesztő részletű hitelt érdemes választania. Tipp: a hitel kamatát ezáltal a törlesztő részletet csökkentheti, ha az OTP Bankhoz érkezik a család jövedelme. A kamat és díjkedvezményekről érdeklődjön a hitelfelvétele előtt. Ha többet szeretne megtudni, tekintse meg további videóinkat, kérjen visszahívást munkatársunktól, vagy keresse fel bármelyik bankfiókunkat, amelyhez előre időpontot is foglalhat.